Az viszont biztos, hogy ez, amivel a Péter vesz, ezt ugye tudom a filmklubok, az utána lévő beszélgetésekből, hogy ennek az a nagyon nagy előnye van, hogy utána fölkerül a világhálóra, természetesen megkérdezve a... Igen, és akkor a Péter ezt elég rendszeresen csinálja, de most már a politikai intézetben is van ilyen dolog, hogy az ember egy konferencián ül, és akkor ha nem ül a konferencián délután, akkor is meghallgathatja például. Egy-két nappal később, és akkor a hozzászólások is indítom, hogy vannak. Az a baj, hogy az még nincs igazán elterjedve nálunk, hogy valóban online konferenciák zajoljanak. Tehát de egy most volt, azt akkor nem láttad, a Szelényi kontratégia, ami nem is volt kontra. Azt élőben közvetítette valamilyen YouTube-os csatorna, de meg nem tudom mondani ennek a... Én is csak életem belehallgattam. Na, tehát akkor elkezdjük a mai napot. Ez egy valóban, ahogy Zsuzsa itten utalt rá, ez egy rendezvény sorozatnak a kezdete, aminek azzal a kisebb likfangos címe van, hogy társadalomtudósok három rendszerváltás idején, ami ugye ugye általában az első valójában nem jön ki, abban az értelemben, hogy az csak a valóban a 90 felettieknél jön neki a szoros értelemben, mert az, hogy 48-ra ténylegesen érdemben visszaemlékezzenek. Tehát én inkább azt gondolnám, hogy tényleg itten az lenne a cél, hogy három élményvilágot szeretnénk olyan, hogy mondjam, születésnapi beszélgetések kapcsán föl eleveníteni 70-75-80-85-90 éves kollégáinkkal és barátainkkal, aminek az első csomópontja az, hogy a fiatal értelmiségiként a Kádár rendszer idején, hogy érték meg egyrészt a dolgokat, tehát az értelmiségi szerepkört, másrészt a saját tudományágunknak a kifejezetten tudomány-szociológiai értelemben vett helyzetét. A második, hogy a rendszerváltást, amit de azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag leginkább a ti nemzedéketek csinálta, ez egészen egyértelmű, tehát igen. Mi voltunk akkor a legaktívabb? Mondjuk igen, a nemzedéket. Így van, mondjuk a ti nemzedéketek voltak a legaktívabb. És hogy itt van a harmadik rendszerváltás, amikor ugyan idősek nem voltatok, de mondjuk az, hogy mindenképpen már a tiszta elemzői pozícióba sikerült már kerülni, aminek nyilván van egy olyan összefüggése is. Tehát lehet, hogy vannak olyan társadalomtudósok, akik nem tisztán elemzői pozícióban voltak akkor sem, hanem akár kormányzati pozícióban is, de valahogy ezeket szerintem nem fogjuk ide meghívni. Tehát, hogy abból a tapasztalatból kiindulva, hogy kik jönnek hozzánk szívesen, és mi kiket hívunk szívesen, azt gondolom, hogy a 2010-es rendszerváltásnak inkább a külső elemzői lesznek itten dominánsak abban az értelemben külső, hogy nem az új rendszert megteremtők lesznek dominánsak. Tehát tulajdonképpen amit én igazából elsőként, ugye azt jól tudom, először hangozom, mert valóban ez a 75. születésnap, Ág Attila vonatkozásában, és ugye jól tudom, akkor történelem filozófia szakot végeztél. Így igaz. És ha jól emlékszem, akkor az első könyved az ennek a marxizmus őstörténet felfogás, vagy őstársadalom felfogásával áll összefüggésben. Az egyik viszonylag hamar kezdtem el publikálgatni, de azért az induláshoz annyit azért talán érdekes elmondani, mert manapság nem tudják,
bátyám az egy jelentkezett vegyész szakra az egyetemen, és egy címpapit kapott, hogy ilyen és ilyen kormányrendelet értelmében nem foglalkoznak vele. Tehát számomra egy ilyen metafizikai esemény volt, hogy én jelentkeztem a bölcsészkarra, és hajlandók voltak velem foglalkozni. És azt hiszem, hogy talán azt mondhatni bármi a furcsa, hogy ez volt a legnagyobb fordulat az életemben. Mert ha nem vesznek föl, akkor csodódik az ember ide-oda, szóval nem volt egy abszolút. 59-ben vagyunk, ugye? 59 felvételi szempontból, igen. És nekem az az érzésem, hogy ez a Kádár-rendszer lényegéhez tartozó dolog, mert nem vagyok biztos benne, de azt hiszem, hogy 61-ben vonták vissza ezt a rendeletet. Tehát akkor már olyan lazulás volt ebben a tekintetben, hogy még nem kellett volna mindenféle ilyen lépséget bevenniük az egyetemre, de már nem törték magukat. Mindenesetre egy furcsa beszélgetés volt, mert akkor ugye szóbeli felvételik voltak, írásbeli után, és nem mondom, hogy szakmai dolgot nem kérdeztek, de a családról kérdeztek, tehát a személyes körülményeiről kérdeztek, és nem annyira nyomorgattak szakmai kérdésekkel, és fölvettek. Tehát mondom, hogy manapság ez nem hihető, de én azt hiszem, hogy talán ez volt a legjelentősebb dolog az életemben, hogy én elvégeztem a középiskolát, és normál srácként utána bekerültem az egyetemre. Szóval... Fölmerül ugye az a kérdés, hogy ugye azt szokták mondani, hogy akik ugye még a kádári konszolidáció előtt vagyunk mindenképpen, ugye azt szokták mondani, hogy a kádári konszolidáció előtt az osztályidegenek azok kevésbé szívesen vették célba az ideológiailag népszerű, vagy az ideológiailag fontos szakokat. Tehát, hogy elméletileg fontosabb, vagy hogy mondjam, népszerűbbek voltak akkor, mint a természettudományok. Az hogy jött, hogy te hogy mondjam, aggodalom nélkül belevágtál egy történelem filozófia szaknak? Tehát mondom most a kádári konszolidáció előtt. Hosszú és valószínűleg másoknak unalmas, ez tényleg egy nagyon érdekes történet, de nem azért, amit mondasz, hanem azért, mert én első vonalbeli matematikus voltam, matematikai versenyeken nagyon jól szerepeltem, és én tulajdonképpen a formális szabályok szerint felvételi nélkül bekerültem volna az egyetemre, ha a rendelet nem vonatkoztatják rá. Tehát én ráadásul egy örültséget követtem el, mert matematikusként, egyébként jártam TTK Matrizre, ez egy másik kérdés, ez egy másik bolondéria, de hogy mondjam, talán éppen a társadalmi meglökötségről adódóan, a kibillent helyzetről adódóan volt bennem egy ilyen izé, hogy hát a matematika szép, nagyon klassz, értem, adott egy azonosulás élményt, hogy van egy kölyök, és az érzi, hogy van valami ezt tehetség. Csinálni, ez jó esett. De azt fújtad, hogy mi a fene van a világgal, és ezért magyar történelemmel jelentkeztem, onnan fel is vettek, annyira nem voltam őrült, hogy filozófiára jelentkezzek. Azért mégis van valami abban, amit mondok, tehát ugye ez az érzékelhető volt, hogy nem egyforma esélyek vannak osztályidegenként. Igen, mindenképpen, de azért az egy káderszak volt, tehát nagyon sok jól szituált, akkor a politikai elithez tartozó gyerek volt ott. Nem mondok neveket, de nagyon ismert neveket mondhatnék, akikkel együtt jártam, aztán filozófia szakra. Csak hogy én ráadásul még ebben a szerencsejátékban úgy is jártam, hogy magyar történelmi jelentkeztem, fölvettek, egy évig egy átmeneti státusban voltam, nem illet, de bejártam a filozófiára, megpróbáltam első szemeszter után vizsgálgatni, megengedték, megint kádárkori lazaság volt,
Szóval teljesen, hogy mondjam, jogszerűtlen helyzet. Magyar történelem szakos voltam, megengedték, hogy az első fél évben, fél év után filozófiai tárgyakból, mint a többiek levizsgáztak. Levizsgáztam sikeresen, és a második fél évben már úgy elküldtek a filozófia szakon tulajdonképpen, és le is adtam a magyart az első év után. Szóval, tehát ez egy elég nehéz integrálódási folyamat volt, de az első év után én történelemfilozófia szakosként normál egyetemi munkám voltam. Az más kérdés, csak úgy humorból mondom, nagyon fognak nevetni, ha valaki esetleg ezt meghallgatja, megnézi. Hát éveken keresztül, aztán másod-harmad éve jelentkeztem a pártba, mindig azt mondták, hogy ágyítás, még fejlődtünk kell. Szeretjük, jó vagy szép vagy, de még fejlődtünk kell. Úgyhogy végül a Filozófiai Intézetben jó néhány év után lettem párt. Tehát azért az integrálódásnak voltak ilyen apró szökkenői, amihez hozzáteszem azt, hogy nem mondom, egy külügyminiszterünk lányával együtt végeztünk egy nagyon nagy évfolyamon, végig jeles voltam. Tehát azért befektettem az egyetembe egy picit. Úgyhogy én érzékeltem, hogyha az ember már osztályideget, akkor legalább dolgozom. És akkor úgyhogy én végig jeles voltam az egyetembe. Mondod, hogy nem a Filozófiai Intézetben, hanem már korábban benned legalábbis felmerült a pártagság. Milyen volt általában mondjuk az egyetemi hallgatóknak ha lehet ilyesmit mondani, egy politikai orientációja, tehát amennyiben ez egy empirikusan megragadható dolog, ami több évtized távlatából, hogy értelmezed azt a mondjam, politikai légkört, ami a hallgatók körében volt a 60-as évek elején? Lehet, hogy meglepő, amit mondok, nagyon jónak, nagyon jó közérzetem volt, és az ember, most 59-től vagy 61-től, most mindegy, évről évre azt éreztem, hogy megyünk valami felé. Tehát a mozgás élvezete, nem az, hogy most jó, hanem hogy évről évre a dolgok javulnak. És az a társaság, amiben benn voltam, nagy pofájú, aktív társaság volt, már az évfolyam jelentős része, rengeteg ismert név van megint, de hadd mondjam, egyik kedvencemet, Kosáné Kovács Magdi volt ott az évfolyamon. Nem túl sokat találkoztunk, nagy évfolyam volt, és ő francia szakos volt, de sokakkal, tehát egy nagyon jó közérzet volt ebből a szempontból az egyetemen, és én kollégiumban is laktam, ugyanígy ilyen iterációs, több lépcsős módszerrel kerültem be az ötös kollégiumba, és ott is jól éreztem magam. És bármilyen furcsa, egy ilyen nagyon erős urbánus háttérrel, egy ilyen, ha mondhatnám, hogy egy népies közegbe kerültem, hiszen a szobatársaim meg az ottani barátaim, amikor legtöbb időt töltöttem, azok vidékről érkeztek, és nem is feltétlen vidéki nagyvárosokból. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes tapasztalat és közeg volt, és elég hosszú ideig megmaradtak ezek a barátságú kapcsolatok. Részben azzal, ami most furcsaságnak tűnik megint, hogy mivel azért az őletem a matematikában megmaradt, és próbáltam matematikában lépést tartani, versenyezni, tehát a baráti köröm egy része rendes, tisztességes, urbán, befelé forduló matematikus rácokból is népségből áll, de a mindennapi élet közvetlenségében a kollégium is ezek a vidékről jött srácok, ez volt a társaság, amiben az ember egyetemi évek alatt szocializálódott, és nagyon, mondom, nagyon jól éreztem magam ebben a társaságban, kifejezetten. És hát, hogyha megállunk itt nagyon, szóval úgy éreztem, hogy hát kezdek integrálódni. Szóval egy ilyen nagyon bizonytalan státus után integrálódtam, és a bátyám elkezdett levelni,
rendszer, vagy újját vagyunk a rendszer, nem tudom, de mégis integrálódtuk és vittük valamire. Az elején nem nagyon szerettek bennünket, Istenem, ez nagyon feltűnő játszó. Na most mondjuk egy ilyen, hogy ment alapvetően a, gondolom volt egyetemista pártszervezet, volt egyetemista pártszervezet, vagy az ELTE-nek volt általában pártszervezet? Tehát volt külön hallgatói, azt akarom kinyögni, volt külön hallgatói pártszervezet? Nem emlékszem pontosan, de úgy emlékszem, hogy igen. Uh-huh. Úgy emlékszem, határtól úgy emlékszem, hogy igen, de nem tudnék további részleteket mondani. Abból is arra következtetek, hogy arra határtan emlékszem, hogy én jelentkezgettem az egyetemen. Az, hogy pontosan mikor, valószínűleg inkább harmadéves koromban volt ez már. És azt is világosan kell látni, nagyon szóval, hogy mondjuk legyünk a filozófiai intézetben, hogy érdemi politikai viták voltak, tehát érdekes. Szóval azt, hogy ugye az rengeteg ember visszaemlékezésében ez a pártagság formalitás, mondjuk a szakmából adódott valószínűleg, hogy most már kimondott nevet, mondjuk, hogy Kis János volt ma gyásznap van, nekem különösen gyásznap van, tényleg, mert Márkus György, majdnem Gyurit mondtam, volt a kedvenc tanárunk és barátunk, nagyon közeli barátunk, tehát olyan éles és érdekes politikai viták voltak, hogy az csoda, Lukácskör, én is jártam fel a Lukács Györgyhöz nagyon nagy rendszerességgel, szóval a pesget körülöttünk, már egyetemi hallgató koromban már Lukács György barátkozott fiatalokkal, lehetett hozzá eljárni. Tehát a 60-as évek eleje már egy nagyon-nagyon intenzív időszak volt az ember számára. Uh-huh, uh-huh. Hogy alapvetően ezek a viták, ezek inkább nemzetközi ügyekről szóltak, tehát mondjuk a kínai-szovjet relációról, vagy pedig belpolitikai kérdésekről? Inkább belpolitikai kérdésekről, de hát az ember próbálta követni a külpolitikai eseményeket nagyon közelről, és egyáltalán ebben a társaságban, amit nevezhetünk Lukács iskolának, vagy valaminek, az volt a jó, hogy egy rendkívül erős követelmény volt. Tehát elvárás volt, hogy az ebben a csapatban bemaradjon, ahhoz mozogni kell. Miket olvastatok? Hát ezt ugye nehéz mondani, azt mondanám, hogy egyszerűen szól, hogy mindent. 5 év filozófia szak azt jelentette, hogy például volt egy fél éves kancell. Tehát csak azt mondom, hogy mi a háttér. Uh-huh. És akkor ki hogyan bolondult meg, bocsánat, a saját stílusomban. Ugye Ludasi Mari mindent, amit a felvilágosodásról, 17-18. Század franciákról, ugye, és vele nem lehetett úgy beszélni, hogy nem ajánlott volna valamit erre. Én viszont egy ilyen rendszeralkotó kedvet, őstörténet aktualitása meg ilyen, nem azt jelentette, hogy föltétlen az ember az őstörténet iránt érdeklődött, bár mondhatnám, hogy most is megvan a műveletes történeti beállítódáson, tehát írtam elé sok könyvet mindenféle furcsa kultúrákról. De azt, hogy kezdődött az egész, ugye az őstörténet valamilyen értelemben a kezdőpont az ember. Tehát egy ilyen történetfilozófiai beállítódás és megközelítés, amihez hozzá kell tenni azt, hogy most nem akarok a filozófiától elhatárolódni, és elég sokat írtam róla, de
minimális volt, de meg lehetett élni belőle, és akkor ott rázdudult az emberre az egész politikatudomány, kellett tanulni, vizsgálni kellett mindenből, politikatudományból, civilizációk elméletéből, nyugati típusú közgazdaságtanból, vittek bennünket Luxemburgba és Brüsszelbe, hogy nézzük, hogy hogyan zajlanak a tárgyalások az Európai Unióba. Akkor én nagyon büszkén, nagy mellel hazajöttem, és azt mondtam, hogy itt van egy diplomám, hogy én jól szerepeltem, megint a dicsekedjek, 81 közül 5. helyen voltam a versenyvizsgán, tehát hoztam egy jó diplomát, na ezzel lehet valamit kezdeni, aztán rájöttem, hogy se a francia nyelvvel, se egy európai diplomával 68-ban nem lehetett semmit kezdeni Magyarországon, viszont volt egy óriási politikai balhé, Szigeti a lukácsisták ellen fordult, tehát pár hónappal utána, hogy hazajöttem a filozófiai intézetbe, közölték velem, hogy ki leszek rúgóan. Nem egyedül, szóval nem volt sem személyes. Ez már Csehszlovákia megszállása. Igen, igen, az a feszültségmező. Amire is kaptam egy nagyon jó tanácsot ettől a Lukács körtől magától, Márkus Pitól, hogy hát kívül egy kedvenc asztaldíjat és menjél ki Moszkvába. Addig nem tudnak kirúgni, csak lesz valami. Akkor mondtam, ez egy zseniális ötlet, és néhány hónap magyarországi lévetolás után kimentem Moszkvába akadémia, szovjet akadémia elnökének ösztöndíjával, ami nagyon-nagyon jó körülményeket biztosított. Visszatérünk még erre a francia politológiai impregnációra, kik voltak akkor a, hogy mondjam, a legnagyobb kikkel voltak kapcsolatban francia, kikkel lettél kapcsolatban francia? Senkivel. Ez nem volt egy erős profil ott, hanem megtanították nekünk az alapokat, és azt, hogy az Európai Unió, mint politikai egység, hogyan. Ez volt a hangsúly. Mert utána az a furcsa állapot volt, hogy az ember, mikor megkapta a diplomát, ott ki volt téve az egyetem folyosóján, hogy ilyen és ilyen állásokat lehet megpályázni az Európai Unióban és a NATO-ban. És akkor kérdeztek bennünket, engem is megkerestek, hogy akarok-e valahol állásba kerülni, mert ez egy nagyon érdekes és értékes diploma volt, volt néhány ilyen továbbképző, úgy mondjam, iskola az EU-ban, de nem túl sok. Tehát azok, akiknek már volt hazudó egy diplomájuk, meg plusz ezt a képzést megkapták, írtak diplomamunkát, ott jöttek, mentek, és különösen friss hús voltunk, ugye, hogy ilyen nyugati számára, hogy a keleti Magyarországokból jövő emberek. De mondjuk az pikás lett volna egy magyar, ha fölvesznek a NATO-ba a tisztviselőnek akkoriban. Ez pikás lett volna, persze, és hát mondjuk meg őszintén, hogy ha az ember ezzel az előjelettel diszidálni akart volna, akkor kellett volna, mert puhára esik, van egy kis diplomája, kap egy jó állást, de föl sem menni bennem, hogy kimaradjak. Az elvi lehetőség megvolt ezek szerint? Az elvi lehetőség megvolt. Nagyon furcsa dolog, hogy egy személyes élményt, vagy élménycsomagot mondok el ennek kapcsán, ez Nancy. A Nancy-n keresztül ment az Orient Express, ott volt több tucat magyar Nancy-ba, akik rendszeresen kiálltak reggel 5 óra körül a vonathoz, mert Budapestre jött. Ugye ez 67-68. Egyszer sétáltam Brüsszelbe az utcán, hivatalból, hogy ott volt az ember, sétáltam az utcán, és többször is magyarokkal találkoztam, kóboroltak az utcán. Jó anyagi helyzetben voltak, de az, hogy ez milyen pszichés
teherrel jár kiszakadni a saját társadalmából az embernek. Ezt meg lehetett tapasztalni. Ugyanakkor összebarátkoztam egy magyar sráccal Nancy-ban, aki ott megtelepedett, megnősült, volt már két gyereke, és tehát kvázi normális volt, de a másikat is érzékelt. Szóval bennem föl sem merült az, hogy kimaradjak, vagy hát nyugodtan általában, mert mondjuk brüsszeli állást lehetett volna kapni. Egyébként hát a NATO is egy bonyolultabb képződmény, mint az, nem azt jelentette, hogy az ember belép állásba, és akkor azt mondják, hogy itt van az összes hadititok, melyiket akarod meg. Menjünk vissza arra a pontra még, amikor elhatározod, hogy kimész Franciaországba, hogy mondjuk a korabeli mechanizmusban ez mondjuk hogy zajlott le? Tehát próbáljuk meg rekonstruálni, hogy állami vonal, pártvonal, filozófiai intézetbeli szint, tehát hogy van a döntésmechanizmus, ami az egész kiküldetésnek a tényleges menetét jelenti? Fogalmam sincs. Egy dolog biztos, hogy ennek van egyfajta elitista betűzete. Tehát bent voltam egy Lukács iskolába, és azon keresztül jutottam hozzá olyan információhoz, amihez valószínűleg más nem jutott hozzá. Ennek következtében pályáztam, és azt, hogy hogyan született meg az a döntés, hogy kiengednek, és hogyan született meg az a döntés, hogy a franciák elfogadnak, ezt nem tudom. Hányban vagyunk? 66. Nem tudom, hónapra pontosan már nem emlékszem, de úgy emlékszem, vagy 66 második felében, vagy 67 elején mentem ki. Az, hogy épp ezt fogod ottan tanulmányozni, tehát nem klasszikus filozófiát, ez egyszerűen onnan jött, hogy erre volt éppen, hogy mondjam, kínálat, tehát ez merült, ez jött szembe. Már semmi nem volt ez. Más nem volt. Ez teljesen megdöbbentő dolog. Aha. És ott, hogy mondjam, nem volt mozgástér, nem mintha bántam volna, de kikerültünk, az volt ott, nevezik tanfolyamnak, és abban gondolkodtak, hogy az ideális Európai Unió bürokratának milyen tudásra van szüksége. Föltételezve azt, hogy már egy jó egyetemi diplomája van. Mondjuk ez nem tartozik a beszélgetés minisztériumihez, csak kérdezem, hogy az akkori folyamtársaid közül lett-e olyan, aki magasrangú jó bürokrata lett, és lett-e olyan, aki mondjuk hozzád hasonlóan ilyen akadémiai ember lett? Nézd, utána egy pár évig még ez a dolog ment, lehet, hogy tovább is nem nagyon követem, de csak egy nevet mondok, aki az utána következő évben jött ki. Ő belőle mindössze miniszterelnök lett. Megyesi Péternek ki. Megyesinek hívták. Tehát a következő évfolyamban a Megyesi jutott ki, és ő is lehúzta ezt az időszakot, mondjuk olyan másfél. Muszkva két év szóval ilyen megy, de volt más nevesebb ember, nem tudom pontosan jól mondom, egy Barta nevű, aki komoly bankelnök, meg szóval, tehát voltak közülük később, ameddig és amennyire én követtem a dolgot, volt, aki ebből tőkét kovácsolt, nem hallottam egyetlen eset sem, hogy tisztítható. De a kintiek, tehát most nem feltétlenül a magyarok, hanem általában a kintieknek a karrierjét valamennyire elnyomó kísérted, aztán vagy maradtál kapcsolatban velük a kinti csoportársakkal, vagy évfolyamtársakkal? Nem, egy darabig természetesen, most ugye próbáljuk 68-ban visszahelyezkedni, és most Szigeti Józsefnek azt a kedves ötletét, hogy ki akart rúgni
nem mondom, nem egyedül. Aztán a végén ugye ő bukott, tehát ezek a részletekben nem megyünk bele. Őt váltották le a filozófiai intézet igazgatóját, pozíciójáról milyen hazat érte. De most azt akarom ezzel az egészen mondani, hogy 68-ban nekem amúgy is, hogy mondjam, hát nem az a gondom volt, hogy éppen kapcsolódott csak Franciaországgal. És hát ugye egy olyan erős másfél évig voltam Moszkvában, tehát az mindenképpen egy snittet jelentett. Utána is állandóan megkerestek a franciák, és olyan kedves ötlettel, hogy évfolyam találkozó, menjen ki az ember, még akár vendégül is látták, de az adott körülmények között, hogy csak úgy utazgatni Franciaországba, azért próbáljuk reálisan nézni, hogy 60-as évek végén, 70-es évek elejétől, hogy mert évenként volt egy évfolyam találkozó, meg stb. És elég hosszú ideig küldözgették a meghívókat, hogy menjek, de ez persze hozzátartozott az is, hogy kicsit nehéz felfogású vagyok, de azért rájöttem, hogy 70-es évek elején nem lehetett adni egy szaktudást az Európai Unióba. Tehát egyszerűen nem volt rá semmilyen kereslet, vagy a tudományos életben sem volt semmiféle rangja annak, hogy valaki azt állítja, hogy egy furcsa képződményről jó információi vannak ért hozzá. Ez a 70-es évek elején kiderült az ember számára, hogy ennek semmi súlya nincs. Azért érdekes, amit erről a dologról mondasz, hogy mert nem tudom a többiek ezzel hogy vannak, de én a 70-es évekbeli műveid alapján nekem az első gondolat az nem a politológia volt, hanem a történetfilozófia. Tehát, hogy te alapvetően egy történetfilozófusként mutatkoztál meg a 70-es, még a kora 80-as években is. És akkor valamikor, ugye 80-as évektől kezdve, lehet, hogy rosszul perceptál, de én akkortól kezdve kezdtem el úgy érzékelni, hogy itt ugye többféle politológia kezdemény van Magyarországon, és abból az egyik az mondjuk körülötte. Na most igazából az a kérdésem, hogy ilyen értelemben ez a francia történet, ez egy már akkor meglévő ilyen kvázi politológiai érdeklődésnek a megjelenése volt, vagy te akkor történetfilozófus akartál lenni, és csak ez egy megszakításosa volt ennek a dolognak? Szóval egyrészt ugye az embernek műveltségi hiányossága volt, idehaza egy jó egyetemi végzettséggel, tehát társadalomtudományi végzettséggel sem voltak meg az embernek a politológia alapjai. Ami egy nyugati egyetemen természetes. Ezt azért bepótolta a francia egyetem, ahol egészen természetes volt, hogy van ilyen tudomány, és hogy annak legalább kézikönyvi szintjét vagy annál többet ugye tudni kell. Ugyanakkor azonban ezt Magyarországon csak történetfilozófiában lehetett egy politológiai érdeklődést elénekelni, és nem akarom azt megtagadni, nem volt gusba kötve táncolás, de tulajdonképpen így lehetett politizálni, és az a közeg, amiben éltem, az is ebbe az irányba, mondjuk, hogy a Tőkei volt az igazgató. Tehát mindenki ezen a jelön fejezte ki magát, a politikai érdeklődését is tulajdonképpen. Vagyis hát ez egy olyan forma volt, amin keresztül eljutottunk a politológiára, és amennyire lehetett. Megint csak azt mondanám, hogy ugye nagyon erős befolyása volt a közegnek. Én is azt mondhatnám nagyon kicsit furcsán, hogy annak a szektának, amiben éltem, mert hát az egy ilyen 20
20-30, max 20-30 ember volt a Lukács kör és a mindennapos kapcsolatrendszer azért nagyon behatárolta ezt a dolgot. Tulajdonképpen mondhatnék neveket, de nincs értelme ebben a tekintetben néhány nevet sem említeni. Tehát ez egy szerves közeg volt, amiben az ember jól érezte magát, márhogy abban a körben, de elkezdtem én 70-es évek közepén olyan butaságokat mondani a barátaimnak, hogy itt valami már nem stimmel, valami már leáll, lelassul, ez az amaz. És az említett dologban, hogy 77 és külügyminisztériumi megkeresés, és hogy azonnal válaszoltam, hogy igen, ebben benne volt ez is, azzal a világrengető butasággal, hogy azt mondtam a barátaimnak, hogy én valami válságszabad érzek, most én 3 év elmegyek, mire én megjövök, ez a dolog le lesz rendezve, itt hagyom nektek ezt a válságot, és tovább. Aztán természetesen... Ez volt a Tanzánia. Ez volt a Tanzánia, aztán 80-as, 80 második felében már a külügyminisztériumban voltam. Tehát nem az akadémiához kerültem vissza, hanem a külügyminisztériumban. Ez előjött. Után, és akkor mondtam a barátaimnak, hogy hát ez blamás, mert én érzem, hogy most bűnösebb a világ, mint amikor elmentem. Tehát nem úsztam meg azt, hogy... És akkor megint lehet azt kérdezni, hogy mi a furcsaság abban, hogy az ember sok egyéb mellett intenzíven foglalkoztam Indiával. Nagyon sok leágazása volt ennek, közben mindenféle egyéb dolgokról is írogattam, de megtanultam hindiül, és olyan furcsa helyzet volt, hogy Indiával nagyon jó barátságban volt Magyarország, és India volt az a komoly hatalom, ami szovjet barát volt egyúttal, és egy nagyon erőteljes Magyarországban elképzelhetetlenül erőteljes és fejlett baloldali kultúra volt India. Kitűnő baloldali folyóiratokkal, angolul természetesen, több egyetemen párhuzamosan tanítottam, diplomáciai főiskolán, Delhibe és így tovább. Szóval, tehát megint belekerültem egy közegbe, de valamit átugrottam. Szóval Tanzániában ugye azt szoktuk gondolni, hogy ez egy fejletlen ország és teljesen himmel, de ott volt Dar es Salaamban egy egyetem, és én nagyon elcsodálkoztam, jobban, mint Nanciban. Ott volt egy könyvesbolt, és az egy kincsesbánya volt, olyat én elképzelni nem tudtam. Ott az égvilágon minden elérhető volt könyvben. Úgyhogy én százas nagyságrendben vásároltam könyvet és hoztam haza. Azóta is megvan a politika tudomány alapirodalma, minden menő szerző. Az ott a világ közepe volt. Az oktatók jelentős része külföldről jött. Én is tartottam kurzusokat, ott mindenkivel barátkoztunk. A Tanzánia a 70-es évek vége felé egyszerűen attrakció volt a világban. Milyen kurzusokat tartottál ott? Hát természetesen, most megint egy furcsa dolgot mondok, de ez némileg Nancy-ra visszahúz. Development Economics, fejlesztési közgazdaságtan, meg egyáltalán, hogy ugye ezek a modernizációs elmélet, hogy tud egy nagyon szegény ország a világra bekapcsolódni, fölzárkózni, ezek voltak a dolog lényege. És bármilyen furcsának hangzik, ott kvázi hivatalosan valamiféle marxizmus volt, most a valamiféle nem leértékelni akarom, hogy elég szabadon. És rengeteg baloldali gondolkodású ismert ember töltött ott egy fél évet, szóval, tehát az nehéz elképzelni, sokkal élénkebb egyetemi élet volt akkor
meg hát egyáltalán a könyvtár, meg a stb. Egyszerűen elképzelni nem tudta, hogy milyen gazdagsággal van. És ugye meg volt a anyagi lehetőségem ad, és nem voltak a könyvárak egyébként csak borzasztóak, egyáltalán nem. Úgyhogy itt nagyon, ott teljesen nekiestem abba a tanzániai három év alatt. A Dál összes műveit kiolvastam, meg a Szántorit, meg az égvilág, mindenkit, minden ott elérhető volt. És megvolt a közeg is hozzá, akivel meg lehetett beszélni. Nem annyira helybeliek azért, azt el kell mondani, hanem főképp egy angol száz, de voltak ott más országokból is kollégák, akivel nagyon jól együtt voltunk. Megint csak azt mondhatnám, hogy egy ilyen magyar szektából egy nemzetközi szektára csöppentem át. Az egyetemisták azok nem nemzetköziek voltak, azok helyiek, nem? Csak a tanár gárda volt. Többé-kevésbé igen. Fölbukkan egy-egy, azt mondhatnám, hogy nem Fekete-Afrika. Jó? Mert Fekete-Afrikai nagyon sok volt, aki nem tanzániai. De olyan, hogy más országból való, az fölbukkant, ma azt mondhatnánk, hogy inkább vagy a Masters fokon, de valóban az, hogy oktatók körében volt ez a nagy nemzetközi. Ez egy szerencsés időszak volt, mert nyerere tetőpontja, dinamikusan mozgott. Tanzánia nem volt válság, és nagyon jó lehetett ott lenni. És hát ez egy kicsit katapultált is aztán az indiai kollégákhoz, mert ez a fejlődés elméletek, modernizáció egy ilyen elég radikális baloldali közelítésben, ugye volt egy, csak azt elmondanám jellemzően, hogy volt egy indiai vicc, hogy szavazásnál tegyük fel a kezünket, és akkor illető fölteszi a jobb kezét, hát mondtuk, hogy a bal kezét. Igen, ez a bal kezed, ez meg a szélső bal. Ez volt az ottani egyetemi klímára jellemző, hogy a bal oldali és szélső bal harcolt egymással az egyetemi tanszékeken. Nagyon erős bal oldal is volt, és rengeteg publikáció is. Szóval India egy hatalmas állam, és több tucat extra értelmiségi volt hatásom, tudom, hogy akiktől lehetett rengeteget tanulni, és ott. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes időszak volt, és hát egy kicsit úgy érdekes volt a diplomácia szempontjából is, hát ott, de hát ebben nem érdemes belemenni. Mondom, Magyarország egy egészen különleges helyzetben volt, és 80-as években magyar diplomatának lenni az az élet édességéhez tartott. Ezt most el kell mondani, amikor az ember külföldön szégyeli magát, akkor is, ha nem csinál semmi olyat, ami miatt kellene. Te akkor diplomata státuszban voltál? Hát külügyi alkalmazott voltam. Most nem is mondhatom azt, hogy 1985-ben a külügy kiváló dolgozója voltam, Minister tanácsi kitüntetéssel. Valami közel volt a külügyi minisztérium. Ez az a korszak volt, amikor a Balogh Andris volt a nagykövet, vagy a... Nem, az még jóval később. A Balogh az később lett. Igen, akkor a Balogh még az egyetemen volt, bocsánat. Ez igen. Jóval később. Igen. Most térjünk még vissza egy kicsit magához, ennek a politológus szakmának a kialakulásához, mert szerintem ez is izgat itt többeket, és így kérem Ilonát is, hogy kicsit ellenőrizze azt, amit mondok, hogy valahogy az én fejemben úgy állnak össze a dolgok, hogy mintha ennek a politológus szakmának három ilyen alma lett volna, vagy szóval három forrása lett volna. Az egyrészt voltak ugye a filozófusok, tehát a politikai filozófusok, akkor a másik volt ezek az államjogász típusú emberek, és mondjuk a harmadik volt azok, akik ilyen nemzetközi rendszerek, meg nemzetközi politika iránt érdeklődtek, és gyakran tulajdonképpen újságírók voltak, csak, hogy mondjam, elég okos
okosak voltak ahhoz, hogy akár, hogy mondjam, elméleti színvonalú dolgokat is alkottak. Most mondok egy példát, mint a Gömöri Endre, mondjuk például, hogy, tehát, hogy ilyesmi. Tehát most, hogy egyrészt kérdezem, hogy ez egy elfogadható interpretáció egy a mai politológián belülről nézve számotokra, illetve, hogy ebben a térben te magadat akkor éppen hogy helyezted el, hogyha ez egy elfogadható ilyen kiinduló csoport. Először várjuk meg, hogy Gabi bólogat, te teszek minden bólogat. Igen, bólogat. Jó, ez valóban így volt, és innen-onnan a dolog rekrutálódott. Megint furcsa történelmi fordulatok vannak a magyar politológiában is, amihez teljesen véletlenül kötődünk. Nevezetesen volt egy olyan szovjet ötlet, hogy ők akartak politológiai világkonfliktust rendezni Moszkvában. Ezt tetett meg. Ez egy politikai ötlet volt. Uh-huh. És mikor vagyunk időben? 85. Olyasmi. Igen. Na most ugye, hát ez meglepetésként érte így a hazai politikai közeget, és mindenféle bukhencek következtek ebből, hogy hirtelen kellett intézményeket kreálni, és hogy hirtelen lett politológia, de hát ugye oktatás nem volt, most nem akarok belemenni a bihari féle induló történetbe kicsit később, lett politológiából kandidátusi lehetőség, szóval furcsa dolgok, úgy hirtelen megjelentek ilyen lerakott üres székek és intézmények is, és tovább, ami egy ilyen felemás, de mégis felgyorsulását jelentette az intézményesülésnek. Ez az ötlet, hogy szovjet ukázra nekünk kedvünk is van. És ez tényleg így lett. És akkor lett Magyar Politikai Társaság, és ahol összejött az a három csapat valóban. Tehát talán szociológiából kevésbé, de valóban jogászok és ilyen filozófiai hátterű népek. Egy kicsit történészek, de érdekes volt a történész szakma kevésbé. Iránta, de nemzetközileg mozgó újságírók kétségtelen szintén megjelentek a színen, és akkor hirtelen lett politológia Magyarországon. Ha ilyen értelemben ilyen alapító neveket akarnál mondani, de ha nagyon szorongatnálak, hogy mondják alapító neveket a szakma kapcsán, akkor kik lennének azok? Nem neveket, nagyon világosan dolgot tisztázni kell, hogy volt egy Posgai, neki volt egy embere, vagy van egy embere, Mihály Misi, aki ugye mint főosztályvezető volt, és onnan, abból a pozícióból, jogi karon megszervezte Magyarországon az első politikatudományi tanszéket. Igen. Aztán, mikor elkerült a minisztériumból, akkor ő tanszékvezető lett, azt hiszem, hogy 88-ban vagyunk. De centire ezeket a dolgok. Igen, az Ivona barátnő meg is írta ennek a politológia tanszéknek a történetét, nem tudom, ismeritek el. Sajnos. Jó, megéltük, meg követte az ember, de nem. Na most ugye a második fejezetet a Gabi jobban tudja, mint én, mert az egészet ugye belül látta. Annyi történt, hogy a második tanszék a közgázon született. Szinte mondhatni, hogy elég rohamos átalakulás után én, aki becsöppentem, és a Gabi, aki maradt, tulajdonképpen ez volt a történetnek a lényege. Volt ott egy tűzhoz tanszék. És 90. január 1-től, mivel úgy látszik nehezen jegyzek meg dátumokat, ezért egy elég világos dátumtál. 90. január 1-től kerültem a közgázra ennek a tanszéknek a vezetőjének.
igaza van, én elmentem az intézményesülés irányába, ő most a valóságos folyamatot mondja, hogy akik foglalkoztak. A Tudáthársam Tudványintézet eltűnt, de valóban például a Gumbá Csaba nagyon komoly hatással volt a kialakulásra, és ott voltak érdekes emberek, jelenségek is, ugye lehetett találkozni ott Kövér Lászlóval, Orbán Viktorral, elég gyakorisággal is, és a mai politikai elitből még egy csomó emberrel, tehát minden kavargott ott, és akkor még nem lehetett tudni, hogy merre indul, de valóban méltánytalan voltam a csak intézményesülést tekintve Gombán Csabával, aki egy nagyon komoly befolyásos ember volt, nekem épp olyan társadalom, hogy nagyon komoly, jó baráti viszonyt alakítottunk ki, de ő írtott